Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. Méghozzá nem mással várunk benneteket, mint az újabb városlakó foglaló sorozatunkkal, az újabb Minecrafttal. És a mai epizódban várhatóan újabb lépéseket fogunk megtenni az újabb házunk elfoglalása érdekében. Konkrétan itt vagyunk a közelében, ha minden igaz. Várjál még össze kell. Ja nem, megyünk hazafele, mert hogy kell valami. Na várjál, viszont össze kell raknom, hogy hol vagyok, ugye? Igen, meg vagyunk. Ja igen, kavicsért megyünk haza, bocsánatot kérek, csak egyrészt ittam. Másrészt pedig kisebb egyedi jellegű dolgokat hagytottam végre a két felvétel között, és ezért feledkeztem meg arról, hogy miért megyünk haza. Viszont van már kettő arról, kettő nyílunk, ami nyilván a legszükségesebb esetben tudjuk felhasználni, tehát ez még nyilván nem túl sok minden. Nem adtál nekem? Ah, viszont bemelegedett a karakterem, mert a páncél az ugye meleg. Hát ez most egyetlen egy magot adott. Van karakterem, szeretlek. Na. Oké, akkor innen elvisszük magunkkal a 30 darab kábisztónit. És itt hagyjuk a 9 darabot. Kérdés, hogy mi... Hát maradjunk itt, mert most már mindjárt alvás idő van. Úgyhogy akkor beszedjük inkább helyet. Hallottátok a hangot, amit én? Ez valami szörnyeteg volt. Ugye ebbe a házba egy picit sem vagyok hajlandó bemászni, mert mobok vannak, és őrzi őt, ezt a házat őrzi egy rohadék. Egy nagy mob. Hájjaj, úgyhogy akkor türelemmel megvárjuk, amíg lemegy a... Hát esetleg lehet, hogy a matchboxot kéne gyártani. Azt mondom, hogy én azt most legyártok egy kört. Hol vagy? Itt vagy. Legyen felkapcsolható. Egyelőre továbbra is inkább azt mondom, hogy így éljük tovább a napjainkat. Hoppá! Kenyeret ne dobd el. Elviszük magunkkal az íjat, hát ha azt a két csontit ölni kell. Az a baj, ugye távolsági fegyver, azokban a szűk szobákban nem a legmegfelelőbb megoldás, úgyhogy most igazából ezekkel most ezzel nem vagyok kisegítve, hogy lehet, hogy vissza is dobom, és inkább ínséges időkre gyűjtögessük a nyíllal együtt, úgyhogy egyelőre akkor azt mondom, hogy ínséges időkre eltettem. Mert még egy kavicsra elég, még háromra, bocsánat. És mindjárt mehetünk aludni. És akkor a következő feladatunk meg az lesz, hogy visszamegyünk a házhoz, és megpróbálkozunk az alsó szinttel, míg a kard az bírja. Ugye aludhatunk. Na, most már aludhatunk. Na, tökéletes a menet. Na és akkor irány. Most nem állunk itt meg, nem is kellett volna egyébként, mert leszedtünk mindent.
ezt a fát ki kell vágni. Nincs a legjobb helyem. De lehet, hogy hagyom. Túléljük ezt a körbe kerülgetését. Na. Egyelőre egyébként az is vigasztal engem, hogy itt csak zombik vannak. De azért nem becsüljük le a házat. Főleg az én nem. Nem bántok a tényhez. Na. Ja igen, Csákinál tartottunk. Előző adásunk során. Mindez azért kell. Ez mi volt? Te mi vagy? Wooden Guard. Kapok valami plusz dolgot ebből. Ó, betalált közben minket egy nymph. Köszönjük szépen. Na, viszont nekünk most fontosabb dolgunk van, meg kell találnunk az esetleges újabb kérdőjeleket. Vannak-e valahol spannerek? Ugye itt alul az még oké, okay, de felül is meg kell nézni. És szerintem itt alul ez ennyi. Ja, még erre kell lepátolnunk magunkat. Jó, ez ennyi. Jó, alsó része átnézve. Akkor mehetünk le. Csak akkor van gond, ha pókica van a tetőn. Hoppá. Igen, mert levegőben vagyok. Oké, pókica érkezett. Sajnos az a... Sajnos itt elvesztettük az időt azzal, hogy a pókica... illetve magunkkal töröttünk. Egy golden nymph. Viszont megint melegszünk. Ja igen, nem vettük fel magunkra a sisakot, a hiba. Ott van egy kráken, kajaforrás. Elvileg nem csíp meg ablakon keresztül. Bocsánat, ez herma, ez erősebb kráken, tehát több halat ad. Oh, hello, Banshee barát! Hello, hello, rohadt! Ohoho, és még be is tüzel engem. Na, itt most baj van? Igen, ettől féltem. Ez a Banshee most nagyon ügyesen elintézte a dolgát, illetve megcsinálta a dolgát. Úgyhogy most rohanás vissza is, Banshee, bocskard. Ez nagyon ügyesen elintézte a dolgát, amit kellett. Megölésemet. Így akkor innentől kezdve most azt lehet mondani, hogy nincs vesztem, mert ugye nincs pontom. Akár azonnal levághatom magamat, hogy megöljem a ottani lényeket, de most először a Banshee-t kéne, mert azzal most gondunk van. És először azt is fogom egyébként természetesen. Na hol vagy te, rohadék Banshee? Ott vagy! Bravá! Felé lettél, ráadásképpen. Aucs! Kettő Banshee! Utállak téged, te rohadék! Köszönjük szépen! Megkaptuk a rank 2-est a Banshee-ra. Na nézzük körbe a dolgainkat. Tehát akkor van itt egy kardunk. Páncélzatot azt felszedem magamra, mert most kell. Lenni fog. Mi volt ez? Szerintem a rák mozgott. Na, menjünk.
zomjasak, most nem vagyunk. Itt van az ital, ha kell. Egyelőre minden oké. Okay. Na, próbáljuk meg újabb elfoglalás. Marsinak a dolgait is dobjuk le, meg a kértékek. Egyértelműen dobjuk le, mert itt most nagyon komoly csata vár rám. Ez mi volt? Felmászott a karakterem annyi. A pókica az nem baj. Meg tudok tornázni. Jó, föl kell mennünk, mert megint jön egy pókica, ráadásul egy gaszli. Az rosszabbik pókica fajta, csak ne bőnázzam el! Hú, de megúsztam. Föl kell mennem, mert még az kockázatos, de nagyon sok ott a mob, úgyhogy ez itt még kemény menet lesz. Sajnos ez itt még kemény menet lesz, úgyhogy ez nem lesz hamar meg. Na, próbáljuk meg. Jó, gyorsan. Ez az. Szép munka. Hoppá! Igen, erről beszéltem, a gaszli az ilyen dolgokra képes. Ó, és még a zombi is gászli is. Jézusom, mennyi bedrogozott. Na, akkor szépen vágjuk szét egymást. Itt van egy csonti pókizott. Itt háború van. Azt most ki kell mondani. Itt most háború van. Azaz. Az tetszett. Addig, amíg ők lent vannak, addig támadhatóak. Az a lényeg. Tetszik? Az is tetszett, hogy rácsaptam egy nagyot. Az is tetszett, viszont ő elkapta a... elkapta lopós rohadék. Ez az. Zombi. Azaz, tökéletes. Oké. Takarodj! Ajjajajaj! Ettől féltem, hogy van itt egy dobós. Igen, ez a Grasti. Ez a gaszli. Egy kicsit lenyugszom. De első körben nem volt rossz. Ezt viszont ki kell mondanom. Le kell szednem a dolgokat, viszont ezt úgy kell megcsinálni, hogy... bejött oda. Viszont itt van a Kraken, úgyhogy ha a zombit leszedjük magunkról... Jó, szedjük fel magunkra a dolgokat. Az nem jó. Bedobott magának.
Jaj, ájj! És még egy vider pókica is van itt, jó van. Jó van, háború van. Úgyhogy itt most kardozunk, meg minden egyéb. Na, én nem tudom kiszenni. Na, azért lassan ment a rendszer. Na, gyerünk, azt a pókicát be kell szenni magunknak. Még első körben szerintem ott az fog kelleni, hogy először le kell védnünk magunkat onnan, mert nem fogjuk tudni felszenni a dolgokat. Az a baj, hogy most én azt, ha azt mondom, hogy dur bele, kockáztatunk sokat. Ott a kráken még mindig nagyon jó helyen. Az a baj, hogy most viszont ott vannak már azok a zombik, amelyek azért meg tudnak engem támadni. Na nézzük! Ó, bejött egy... Ó, micsodálta magát ide a rohadék egyik. Berobbantotta. A kurványádat! Hát, így nem vagyok benne biztos, hogy ez így meg lesz. Be kell ölnünk azt a pókot, meg kell próbálni megölni. Ez most kockázatos, amit most fogok csinálni, de nem tudom máshogy megölni. Az a baj, hogy fáklyázni kell azt a részt meg különben. És még ráadásképpen ugye ezt is meg kell csinálni, hogy fáklyázni. De lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy most agyon lettek spannolva rohadékok. Meg egyébként robbantja magát a játék itt azon a területen, úgyhogy gyorsan most azt fogom csinálni, hogy lemászom. Felszedem az itteni dolgokat, mik vannak itt egyébként. Ó, ezt le tudjuk foglalni könnyedén. Most jön a nehezebb rész. Ezt a bansisat kéne megtalálnunk. Ajaj, egy pókica bemászik. Azt ott le kell ott védeni. Úgyhogy akkor most egyelőre levédjük a dolgokat. Az is tetszik. Jézusom, mennyi zombi! Ouch! Cipelő. Mindenem van most már itten. Ez abszolút jó hír. Ez tetszik viszont. Igazából az, hogyha sorrendben jönnek, az azért is előny számomra. Ez az. Ügyes. Ügyes légy, Danuka. Azaz! Ujjaj, ő a bajos. Egyik bajos pókica megvagy. Igen, ettől féltem. Megölt. Na. De alakul a molekula. Nem baj, alakul a molekula. Kell oda víz, kell oda víz. Vigyünk magunkkal vasszert is. Viszont lassacskán kezdenek ott elúszni a dolgok, és azokat azért nem szabadna elveszíteni, úgyhogy lemászunk. Ne haragudjatok, nem ezt akartam, de hát le kell másznunk a cokmokjainkért, mert azért ott vannak értékek, amiket nem akarok elveszteni. Viszont cserébe
azt meg fogjuk nekik engedni, hogy visszatermeljék magukat. Tehát mondjuk egy percig elszámolok, és akkor visszatermelik magukat. Az úgy rendben lesz. Csináljuk ezt a megoldást. Meg nyilván így ugye a plusz dolgokat így elveszítjük. Meg még egyszer mondom, én most csak felszedem a dolgaimat, tehát nem azt csináljuk, hogy körbefáklyázzuk a dolgokat, hanem csak felszedjük a dolgaimat. Jó. Oké, akkor mehet. Mehet a had, de a had. Az mindjárt megadja magát. Ez is mindjárt... Ó, kaptuk egy Projective Protection 2-es nacit. Ilyet is vissza sikerült szereznünk, az abszolút pozitív. Kellett. Azért azt tegyük hozzá. Nem szabadott volna elveszíteni. Na nézzük, hogy állunk. Úgyhogy kezdenek visszatermelődni. Hoppá! Hívva. Na gyere fel, zombi. Az is tetszik. Oho, takarod. Kell valami víz. Úgyhogy ezt a megoldást választjuk erre. Ez így nem jó. Sajnos nincs más megoldás. Ouch. Az ügyes volt részemről. Várj, egy nagy kérdés, egyébként ezt nem fáklyáztuk be. Úgyhogy akkor ezt csináljuk meg. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, utolsóra pont elfogy. Nem, még van egy. Szuper! Nagyon jó! Most kimegyek. Cseréljük a gyertyát. Mennyi van még? Pont elfogyott. Itt a másik. Jó van. Na, ez kelleni fog nekem egyébként, mert ugye kell gyújtanunk. Na, próbáljuk meg. Ó, beszpannolta magát oda egy rothadvány. Várják, még egy víz kell nekem, hogy kiedjen egyenlítve az egész. Nagyon fontos, hogy ki legyen egyenlítve nekem. Meg egyébként iszom is. Na, mennyi időnk van még? Jé, nem indítottam be az órát! Akkor viszont így lezárjuk. Köszönjük, hogy itt voltatok, mert hogy az adás időnkre járt. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!